Sziasztok, szeretettel köszöntelek benneteket. Én is nagyon örülök, hogy itt vagyok, és nagyon örülök, hogy ti is itt vagytok velünk. Remélem, hogy sokat tanultok. Gyűjtsétek a kérdéseket, jó, hogyha közben lesz, és nem tudjátok esetleg előadás közben, akkor a végén meg tudjuk beszélni. A civil életben én villamosmérnök vagyok, tehát én nem egy ilyen egészségtudatos emberként nőttem fel. Van két gyönyörű kislányom, illetve egy csinos feleségem. Én 3 évvel ezelőtt lettem vegán, pontosan 3 év, 8 hónapja és 15 napja, de ki számolja tulajdonképpen. Én gyerekkoromban nagyon nem voltam egy sportos alkat, 14 évesen voltam 170 cent és 49 kiló, akkor az orvos azt mondta, hogy vagy injekciót, vagy étvágyhozó injekciót, vagy kezdjek el sportolni. Úgyhogy ezzel a testalkattal, azzal a vékony testalkattal kiválasztottam számomra a legjobb sportot, és elkezdtem karatézni. Úgyhogy hát 3 év alatt 2 vizsgát sikerült letennem, úgyhogy az nem az én sportom volt, aztán újra kezdtem, abba hagytam. És én gyerekkoromban már láttam, én Marcaliból való vagyok, és ott mentek el régen az Ironmanesek, és én gyerekkoromban láttam, hogy ők miket tudnak csinálni, és nekem az egy nagyon-nagyon-nagyon szimpatikus dolog volt, mert az emberi tűréshatár végéig mentek el. De hát az élet nem a sport felé sodort engem, és 36 évesen fogalmazódott meg bennem, hogy én triatlonozni szeretnék, illetve az Ironman-t meg szeretném csinálni. És ennek a történetét szeretném nektek elmondani, hogy bennem milyen változások történtek, ugyanis az első Ironman-t én azt vegyes étrenden csináltam meg, de volt egy balesetem, és ezt el fogom nektek mondani, hogy én ennek alapján lettem vegán, és ti ne várjatok addig, amíg baleset ért titeket. Úgyhogy ti hamarabb legyetek azok. Mi is a triatlon? Tudjátok, hogy mi az, hogy milyen számokból áll? A triatlon az ugye úszásból, kerékpárból és futásból áll, de az Ironman a triatlonnak az egyik legnehezebb válfaja, ugyanis ez egy 10.000 kilokalóriás napi adagot igényel a szervezettől. Tehát nagyjából 1500 kilokalória az úszás, a kerékpár az 5000, és a futás az 3500, tehát ugye így jön össze a 10.000 kilokalória. Össze tudnátok állítani egy ilyen 10.000 kilokalóriás menüt, hogyha valaki megkérne titeket? Tudjátok, hogy mit tennétek? Vegán módon biztos nem, vegyes módon. Tehát úgy... Egy kis segítség az összeállításhoz, például ha valaki 2,5 kg szőlőt cukrot megeszik, az pont 10.000 kilokalória, vagy 20 darab Big Mac-et, hogyha megeszek, akkor az pont annyi, hogy ezt meg tudjátok csinálni. Ezek még a nem vegán ételek közé tartoznak. Tessék? És hát nem gondolom, hogy ezzel meg lehet csinálni az Ironman-t, ez csak mutatja, hogy például egy sportolónak, amit te is mondtál, hogy micsoda energia igénye van egy ilyen napnak. Amikor én eldöntöttem, hogy egy Ironman-t fogok csinálni, akkor ez egy nagyon fontos cél volt, de tudtam azt, hogy egyedül nem fogom tudni megcsinálni, ezért kerestem egy edzőt. És nagyon fontos, hogyha ti is, és ez nem csak a sportra igaz, de hogyha valamit eldöntetek az életben, hogy szeretnétek csinálni, akkor ahhoz keressetek valakit, aki ebben nektek tud segíteni, és legyen motiváló erő, akár videót nézzetek minden nap, vagy plakátot tegyetek ki a falatokra, hogy lássátok minden nap, hogy mi az a cél, amiért szeretnétek dolgozni. Nagyon fontos, a sikerhez vezető úton is vannak alaplépések, ezeket meg lehet könyvből tanulni, vagy előadásokon hallgatni. Ezeket az alaptételeket én azt gondolom, hogy be kell iktatni az életetekbe, hogy azt sikeresen elérjétek. Én vidéken lakom, Bicskén, hajnali 4:50-kor keltem 3 évig. Hát valahogy így, minden reggel, ahogy ott látjátok. Megittem reggel egy közel 0,5 liter vagy 1 liter zöld turmixot, bementem Budapestre, és akkor ott vagy úsztam, vagy futottam, vagy egy konditermi edzésem volt, és akkor 8-tól dolgoztam 5-ig, és 1 óra volt a hazaút, tehát én nagyjából 6-ra értem haza, és ugye a 2 kislányom van, ezért este 9-ig velük voltam. De mivel egy Ironmanhez heti 6-8 edzés kell elvégezni, illetve 13-15 órát, ezért többször volt, hogy még este is kellett edzenem, tehát este 9-kor még bicikliztem, és akkor 10-kor megcsináltam a másnapi adagot, beestem az ágyba, és akkor hajnalban megint 4:50-kor kelni. És azért csináltam ezt hajnalban, hogy a család minél kevesebb időt
vegyen ebből észre, tehát minél kevesebbet vegyek el tőlük. Hétvégén is, szombat, vasárnap, én már reggel 6-kor biciklin ültem, csak hát amikor 120-150 kilométert kell tekerni, akkor is dél vagy egy óra, mire hazaérek, úgyhogy én ezt 3 évig csináltam. Ja igen, és ami nagyon fontos, itt sokan mondtátok, hogy itt isztok reggel zöld turmixot, hogy a vízzel nagyon fontos kezdeni a reggelt. Hogyha nektek nincs otthon mondjuk egy vízszűrőtök, az is nagyon sokat segít, hogyha este egy kancsóba kiteszitek, és akkor az ott áll egy picit egész éjszaka. Mert az is szerintem sokkal jobb, mint a csapból meginni azonnal. És miért van szükség a vízre? Hát ugye a víz az segíti a napot elindítani. Hogyha valaki mondjuk egy nagy vacsorával fejezi be az estét. Ugye az emésztéshez is vízre van szükség, akár 1 litert is elvesz a szervezet. Ugyan az emésztés hatékonyan, de vízzel működik. És átalusszuk az éjszakát. Reggel valaki kávéval kezdi, vagy egy nagy reggelivel, ott is elmegy 1 liter víz, és a munkát már úgy kezdi, az szerintem Magyarország 80-90%-a, hogy ki van száradva. És így nem lehet dolgozni, így nem lehet döntéseket hozni a parlamentbe is, a büfébe, hogy mik vannak, tehát hogyha azt látnátok, hogy milyen ételek és italok, hát így nem lehet döntést hozni. Hát először ott kéne rendet rakni a büfében, és utána a többieknél. Úgyhogy a vízfogyasztás az nagyon fontos. 2012-ben sikerült célba érnem, 11 óra 13 percet mentem, ez nagyjából a 80. helyre volt elég, a közel 600 indulóból, és ezt én még vegyes étrenden csináltam. És én azt mondtam, hogy 3 év alatt 3 Ironman-t szeretnék csinálni, a feleségem persze csak egyre emlékszik, de én 3-at szerettem volna, és elkezdtünk felkészülni. Ez egy nagyon jó alap volt, hogy ilyen eredménnyel teljesítettem, úgyhogy nagyon sokat vártunk a következő évtől. De az Ironman verseny előtt, 2012-ben volt, 13. június végén egy kerékpárbalesetem volt, az azt jelenti, hogy egy hosszú 200 kilométeres edzésen mentem könyöklővel, és egy úthiba miatt kifordult az első kerék, és átestem rajta, a bal térdemre estem először, és utána a beton mindent levitt rólam, tehát szó szerint így aludtam 2 hétig, mert mindenhol lejött a bőröm, és 3-4 hónapig volt problémám a térdemmel, tehát nem tudtam menni se, magam után húzni se, de szerencsére felgyógyultam. És hogy miért lettem vegán, ugye miért egy balesethez köthető? Azért, mert úgy éreztem, hogy nem regenerálódok. És sokkal fáradtabban keltem fel reggel, mint ahogy este lefeküdtem. És ez egyébként, ahogy átgondoltam, ez többféle dologtól is lehet. Egy az, hogy a sport az méregtelenít. Tudjuk azt, hogyha vagy nem tudom, hogy ti tudjátok-e, de elmondom, hogy ha egy azonos ételt megeszik egy sportoló és egy nem sportoló, akkor a sportoló szervezete sokkal több hasznos tápanyagot szív fel ugyanabból az ételből, mert ugye az emésztő rendszerünk is át van hálózva ugye vérhálózattal, és sokkal jobb a vérkeringés. Tehát ha valaki sportol, sokkal több a felszívódás, az izzadás méregtelenítés, meg ugye egy pozitív, tehát az ember egy picit pozitívabb lesz, hogyha sportolna. Ezek nekem mind így azonnal kiestek, és hát nagyon-nagyon rosszul éreztem magam, mint testileg, mint szellemileg a padlóra kerültem, és én akkor kezdtem el a békés harcos, nem tudom, ki ismeri közületek a békés harcos. Igen, és ott is ugye hasonló volt, úgyhogy én annak köszönhetem, hogy felálltam a padlóról, és elkezdtem az interneten kutakodni, és azt találtam, hogy igenis vannak vegán sportolók, sőt vannak vegán Ironmanek is a világban, csak Magyarországon nincs még senki, de azért 3 évvel ezelőtt nagyon sok vegán sem volt egyébként Magyarországon. De ez engem annyira motivált, hogy én lehetnék az első, és hogy ezt meg lehet csinálni vegánként, hogy akkor eldöntöttem, hogy én ezt meg fogom tudni csinálni, és nekiállok ennek. Szerencsére nyáron nagyon sok gyümölcs volt, lehetett tenni mindent, ugye nagyon sok idén gyümölcs volt, de valahogy amikor bejött az ősz, és már el tudtam kezdeni biciklizni, mondjuk úszni nem tudtam jó pár hónapig, mert nyílcsebb volt a térdemen, de egy 4-5 hónap múlva már ezt el tudtam kezdeni, akkor én a Nyersétel Akadémiával szerződtem le, úgymond, és ők segítettek nekem a táplálkozásban. Egy 8 hónapig kaptam tőlük naponta leves, főétel, desszertet, ők nyers vegánként tápláltak engem. Hát villamosmérnökként nem sokat tudtam a táplálkozáshoz,
vagy táplálkozásról, viszont egy nagyon fontos dolog volt, és azt nektek is ajánlom, hogy figyeljetek önmagatokra, az szerintem sokkal fontosabb, mint 10 könyvet elolvasni. Ugyanis nem fogtok szerintem olyan könyvet találni, ami igazán magatokra lesz jó. Minden embernek a szervezete más és más. Befolyásolja az emésztést, ugye az is, hogy ki hogyan gondolkodik, mert az emésztőrendszer át van hálózva idegszálakkal, tehát a jó lakottság érzést is befolyásolja az, hogy mi hogyan gondolkodunk, mennyire vagyunk pozitívak. Az immunrendszer központja, tudjátok, hogy hol van? Az emésztőrendszerben, igen. Azért, mert onnan várja a szervezet a legtöbb támadást, és ezért nagyon, nagyon fontos, hogy odafigyeljünk arra, hogy mit, hogyan eszünk. Hát javaslom, hogy aki motivációra vágyik az életben, az menjen le Nagy Atádra július végén, de nem csak a sportban kaphattok motivációt, hanem bármiben, ugyanis ami ott van. Itt valaki mondta, hogy 14 óra, 16-17 óra alatt is teljesítik, a legelsők azok 8 óra 30 perc alatt, de az utolsók 16 óra körül, és ami ott van, az vígjátéktól, drámától, minden. Tehát valaki az egész életét felteszi arra, hogy egyszer teljesítse ezt a versenyt, és családdal, mint ahogy láttátok, az elsőképpen mi is a családdal futottunk be. Tehát itt fel kell adni nagyon sok mindent az embernek, hogy elérje a célját, de az életben így van mindennel, én azt gondolom. Nem voltam elégedett ezzel az eredménnyel, úgyhogy én az edzővel már ott a célban beszéltem, hogy mi lenne, hogyha 6 hét múlva még egyszer teljesíteném. Kicsit hülyén nézett rám. Mondta, hogy 2 hetet pihentünk 2 hetet, és elkezdtünk újra edzeni. Ez július végén volt, és szeptember elején Balaton Kenesén volt egy másik Ironman, amelyikre hát nagyon esős idő volt, úgyhogy egyedül mentem le autóval, szépen hajnali 4 körül bedepoztam, és minket konfit ki a Balatonra, és onnan ugrottunk be, a napfelkeltekor volt a rajt, nagyon szép volt, egy gyönyörű volt, már csak ezért érdemes nektek is megcsinálni, vagy felkészülni. És jó ment az úszás, a bicikli is, de sajnos a biciklinek a második vagy harmadik körében a cipő talpa levált, és bringa szerviz kellett hívnom, ami 15 perc volt nagyjából, és az 58. helyre visszaestem a 100. helyből. Hát ez egy sportolót azért nagyon demoralizált, tehát ott fel akartam adni. Aztán úgy voltam vele, hogy nem, mindenképpen végigmegyek, mert ezt nem tehetem meg. És bizonyítani szerettük volna nem csak az, hogy zöldségekkel, gyümölcsökkel, tehát vegán étkezéssel komoly fizikai teljesítményt lehet letenni az asztalra, hanem én arra is kíváncsi voltam, hogy milyen a regeneráció. Tehát azt is szerettem volna bebizonyítani magam és mások számára is, hogy a regeneráció is sokkal gyorsabban megy egy ilyen terhelés alatt. Úgyhogy végigcsináltam, és szerencsére az 58. helyből a végén 18. hely lett, úgyhogy 18. helyen értem a célba, és ezzel bebizonyítottuk magunknak is, és mások számára is, hogy nyers, vegán vagy vegán étkezéssel komoly fizikai teljesítményt is le lehet tenni az asztalra, dietetikus tanácsa nélkül, pusztán azzal, hogy az ember olvas és odafigyel magára. Tehát ez. Mi az, amit eszik egy vegán? Ugye ott hús, tej, tojás, tehát ezt mi nem eszünk. Amit eszünk, azok zöldségek, gyümölcsök, gabonák, hüvelyesek, magvak, diófélék, csírák, nyers, párolt és főzött formában. Tehát pusztán ezek kombinációjával is el lehet lenni. Ami nagyon fontos, a fehérje komplettálás, ezt hallottátok már? Ez azt jelenti, hogyha valaki... Tehát vannak az eszenciális és a nem eszenciális aminosavak, ugye ezek nagyon fontosak ahhoz, hogy komplett fehérjét tudjon az emberi szervezet készíteni vagy felhasználni. A húsokban megvan minden ahhoz egyszerre, hogy a fehérjét bevigyük a szervezetbe, de a vegán táplálkozásnál oda kell figyelni, hogy mit mivel eszünk, hogy a fehérje komplettálás meglegyen. Ez olyan, mint a Lego építő kocka, tehát ez olyan, mint a Lego építő kockái. Amire oda kell figyelni az, hogy a zöldségeket, gabonákat, hüvelyeseket valamilyen szinten kombináljuk. És akkor a szervezet 24 órán belül össze tudja kombinálni a fehérjéket, és ezzel nem lesz gond. Azt mondják, hogy nagyjából, tehát ezt el tudom küldeni nektek, de nagyjából 0,8 vagy 1 g fehérje per testtömeg kilogram elég. Magyarországon nagyon sokan esznek 100 g fölötti fehérjét, és sajnos ezt húsokból szedik, de a húsokban lévő különböző nitrátok, meg nitrozamin termékek ugye azonnal rákot okoznának, hogyha a szervezet nem szabadítani a fel hatalmas mennyiségű antioxidánsokat.
de akár 300 mg-nyi C-vitamin is elmehet egy nap csak azzal, hogy húst teszünk. Tehát ha valaki csak annyit csinál, hogy elhagy bizonyos rosszabb dolgokat, már sokkal többet tud tenni a szervezetnek, ugyanis akkor sokkal több antioxidás vitamin felszabadul a szervezetben. Itt van egy tápanyagtáblázat, csak hogy miről beszélünk. Például, hogyha megnézitek, a csirke combban nagyjából 21 g-nyi fehérje van, hogyha 100 g-ot néztek, de például a tökmagban 34. Tehát másfél, tehát sokkal több fehérje van benne. És ugye az a legtöbb kérdés, azt szokták tőlünk kérdezni, hogy ugyan már a fehérjét honnan vesszük. Egy, nem kell annyi fehérje, ez egy fehérje mítosz. Kettő, a tápanyagtáblázatot, Lindner-féle tápanyagtáblázatot meg lehet venni a boltokban, és abban nagyon szépen látszódnak az értékek. 3-4 évente szoktak újat kiadni, mert szokott ez változni. Dr. Bíró György és Dr. Lindner Károly tápanyagtáblázat című könyve. Az állati, igen, fehérje az teljes értékű, a vegán étkezés az is teljes értékű, hogyha kombináljuk, tehát az Amerikai Dietetikus Társaság hivatalos állásfoglalása az, hogy a megfelelően összeállított növényi étrend tökéletesen megfelelő az élet minden szakaszában, beleértve a terhességet, a szoptatást, a gyermekkort és az időskort is. A gabonákból, a zöldségekből, hüvelyesekből, magvakból és mogyorófélékből származó fehérjék a nap folyamán kiegészítik egymás aminosav profilját anélkül, hogy precíz tervezésre vagy fehérjepótlásra lenne szükség. Tehát ez sportolóknak, terhes anyáknak, illetve ez bárkinek jó az élet minden szakaszában. És hogy ugye nem csak zöldségeket, gyümölcsöket eszünk, hanem nagyon finom hamburgert, pizzát, kávét. Tehát rengeteg ételt lehet elkészíteni vegánként is. Voltatok már vegán étteremben Budapesten? Vagy akár itt? Tehát sokan nem voltatok még. Javaslom, hogy Budapesten nézzétek meg a weboldalakat, és látogassatok el, mert rengeteg hely van, csak tavaly több mint 10 vegetáriánus vagy vegán étrend nyílt Budapesten. Meg szokták kérdezni, hogy veszélyes a növényi étrend, mi azt gondoljuk, hogy inkább a vegyes étrend az, ami veszélyes, ugyanis Magyarországon a szív- és érrendszeri betegségek több mint a fele, tehát a fele a halálokoknak, illetve a daganatos megbetegedések, tehát Magyarországon minden negyedik ember rákban hal meg, sajnos az édesapám is rákban halt meg, és ő rengeteg húst evett, igaz, volt más negatív is az életében, de az én környezetemben is sajnos igaz ez a diagram, ami itt van, hogy a nagyon sok húsfogyasztás az nagyon káros a szervezetre. Hát ezeket mind okozza, sajnos, nem csak a hús, hanem az állati fehérje. Például, hogy tovább menjünk, ami nagyon fontos, és azt mondják, hogy a tej az ugye életerő, egészség, és a csontrendszer, tehát abban van a kálcium. Na most erről csak annyit, hogy a tejben lévő kálcium, most egy kis negatívumok is jönnek, de szerintem ezek is kellenek, hogy ha állati fehérje kerül a szervezetben, az azonnal savasítja a szervezetet, és ez nagyon rossz ír, ugyanis savas környezetben azonnal meghalnánk, tehát ezzel nem tud a szervezet mit csinálni, viszont van egy jó hír, hogy tudja a szervezet, hogyan lugosítsa ezt, és ezt foszfátokkal tudja megtenni, de sajnos a foszfát a kálciummal együtt kötésben van a csontokban. Tehát a csontokból kiveszi a kálciumot és a foszfátot, a foszfát elmegy semlegesítésre, a kálciumot meg kipisíjük, vagyis hogyha valaki rengeteg állati tejet iszik, akkor az nem, hogy a csontját fogja erősíteni, hanem gyengíteni fogja. Fogszúvasodás, csontritkulás. Miért van az, hogy Amerikában a népességnek a 80-90%-a napi egy liternél több tejet iszik, és ott van a legnagyobb csontritkulás az egész világon. Ezt nem fogom elmondani, ez egy lugosítási folyamat, hogy hogyan működik a szervezet. Az elhízás is egyébként az állati fehérjéktől. Van ugyanis zsírpárnákat hoz létre a szervezet, és ez azért, hogy megvédje a további károsodástól a szervezetünket. Mi a hús, amit annyira szeretünk? Hát igazából az csak egy megcsonkított tetem, felvágott teste. Van benne vér, színhús, erek, izmok, inak. Igazából ez olyan, hogyha az ember megfogja sima kézzel, akkor az egy csomó betegséget is okoz.
Hát ez egy veszélyes hulladék a számunkra, tehát ezt nem szabadna megenni. És ez nem is finom igazából. Én azt gondolom, hogy nyersen, ezt szerintem senki nem enné meg. Tehát, hogyha mondjuk egy kisbabához beteszünk egy kisnyulat, meg egy szép almát, hát én még olyan kisbabát nem láttam, amelyik a kisnyulat enné meg, mindegyik az almát fogja megenni. Tehát alapvetően az emberek is zöldség-gyümölcsfogyasztásra vannak teremtve, nem a húsfogyasztásra. Ugye a tejről már beszéltem, ez sajnos szokás lett, és a társadalom is így lett felépítve, hogy rengeteg tejet iszunk, de ez nem emberi fogyasztásra való. Ugye arról nem is beszélve, hogy mikor ad egy állat tejet? Hát akkor, hogyha meg van termékenyítve, hogyha terhes. De ezt ugye mi bezárjuk az állatokat, és mesterségesen termékenyítjük meg őket, elvesszük a borjakat tőlük, hogyha az egy lányborjú, akkor ugye nem állatnak való tápszerrel etetjük őket, és az anyától mi meg elvesszük a tejet, és azt isszuk meg. Ha ez teljesen egészséges lenne az emberi szervezetnek, és tényleg azt mondom, hogy teljesen beépülne, és ez lenne az ideális, szerintem akkor sem szabadna megtenni, sőt biztos, hogy nem szabadna megtenni, de ez, hogy még nem is jó nekünk, így meg pláne az egész egy értelmetlen dolog. Nem is beszélve arról, hogyha amennyire csak egy dolgot emeljek ki, például a szomatikus sejtszámot. Tudjátok, hogy mi a szomatikus sejtszám? A szomatikus sejtszám megadja, hogy egy tejben mennyi rossz mikroorganizmus vagy baktérium van, ugyanis az a baj, hogy annyira kiszopolyozzuk a teheneket, hogy nagyon sok genny és nyálka kerül bele a tejbe, és ezt sajnos kontrollálni kell, és erre van egy mérőszám, ezt például Magyarországon a Gödöllői Egyetem kutatta, hogy ezt le kellett csökkenteni, és látható a diagramon is, hogy ezeket lecsökkentették, ugyanis 7-800 ezer ilyen mikroorganizmus is volt egy köbcentiméterben, és ezt határérték 200 ezer és 300 ezer közé kellett szorítani, ami azt jelenti, hogy ezek benne vannak a tejben. Pasztorizálással higiénikusát teszik a tejet, de a pasztorizálás az nem egy eltávolító eljárás, tehát ezek sajnos benne vannak a tejben, amit mi megiszunk. A másik, hogy a pasztorizálás az megöli a tejet. Itt bal oldalon látjátok az anyatejet, és a csomó összetevőt, és mind aktív. Tehát például a B12, meg egy csomó vitamin, vagy pedig limfócita, ezek mind aktív. A nyers tehén tejben is mind aktív. Most az, hogy mi ezt tudjuk-e hasznosítani, az egy más kérdés. És a pasztorizált tehéntej, ami pirossal van, illetve a kereskedelmi babatápszer, ezek mind megölik ezeket. Tehát talán az egyharmada, vagy az egyötöde hasznosul az emberi szervezetben, de nem odaillő módon. Tehát ezek halott tejeket veszünk le a polcról, idézőjelben a boltokban. Akkor a másik kedvencünk a tojás. Azt tudjátok, hogy van-e atyuk udvaron tojás, hogyha nincsen kakas? Ki az, aki tudja? Van. Igen, tehát a tojás az igazából egy megtermékenyítetlen petesejt, tehát az mindig van, az jön a tyúkból naponta. Ha havonta jön, akkor azt lehetne mondani, hogy az a tyúk havi baja. Tehát nem egy szép mondat, és nem egy szép ábrák, amik itt vannak, de sajnos ez az igazság. Én önző módon lettem vegán, tehát én szerettem volna jobb sportteljesítményt elérni és felgyógyulni, és nagyjából már egy éve voltam vegán, amikor láttam videókat, és én akkor fordultam el az etikai oldalra. Van, aki, és őket nagyon tisztelem, valaki az etikai oldalról kezdte, és úgy építette fel, és utána kezdett el áttérni erre a sportra. És ez a jó, hogy mindenki különböző. Most az, hogy a tojásokon milyen jelölések vannak, azt lehet, hogy ismeritek 1-es, 2-es, 3-as, ezeket is célszerű figyelni, ebben nem megyek bele, hogy az, hogy mennyire egészségtelenül tárolják őket. És ami nagyon fontos az, hogyha valaki nagyon beteg, és elmegy a házi orvoshoz, akkor a házi orvos azt mondja, hogy ne egyen húst, tejet és tojást. Pedig az orvos nem vegetáriánus, nem is tanítja a vegetáriánizmust, hanem egyszerűen azt mondja, hogy ez most neked nem jó, ezeket nem szabad fogyasztanod. Ugyanis például a tej és a bélbolyhokat tacsra vágja idézőjelbe, tehát a felszívódást gyengíti az emberi szervezetben.
És mi vegánok, akik a táplálkozás felől közelítünk, arra gondoltunk, hogy miért van az, hogy például egy beteg embernek megtiltják ezeket, egy egészséges embernek meg megengedik. Valamit nem volt kerek, és mi azt gondoltuk, hogy mi már az elején egészségesen szeretnénk étkezni. Van egy táplálkozási piramis, ezt lehet, hogy ismeritek. És mi ezt a táplálkozási piramis már az elejétől fogva megfordítjuk, mert nem is szeretnénk betegek lenni. És én azt gondolom, hogy itt derülnek ki az igazi igazságok, amikor az orvosok is ezt mondják, amikor előjön a probléma. Még egy etikai oldal, hogy most is, ahogy jöttünk lefelé az autópályán, láttunk legelőket, szántóföldeket, és akkor azt láttuk, hogy van egy hatalmas nagy terület, ahol ugye szántóföld van, és egy másik nagy terület, ahol az állatokat legeltetik. Tehát megetetjük állatainkkal a szójáink 95%-át, a kukorica 80%-át, és a zabnak a 70%-át, amit mi is meg tudnánk enni azonnal. Miért folyatjuk át más élőlénynek a szervezetén ezeket, és utána megleöljük ezeket az állatokat. Tehát ez is egy értelmetlen dolog, sokkal jobb egyből, hogyha mi ezt megesszük. Igen, itt csináltam egy összeállítást, hogy egy hektár föld az nagyjából egy focipályányi terület, nagyjából 33 ezer kilogrammnyi sárgarépát, 45 ezer kilogrammnyi burgonyát és 55 ezer kilogramm paradicsomot lehet megtermelni, de csak 280 kilogrammnyi húst. Tehát én azt gondolom, hogy az éhezést is meg lehetne oldani világszinten, hogyha a társadalom vegán vagy vegetáriánus lenne. És akkor még azt mondják, hogy mi vagyunk vegánok a furák, ugye, amikor nem eszünk megtermékenyítetlen petesejtet, megcsonkított állati tetemeket, meg egyebeket, és még ránk mondják, mi meg pont fordítva mondjuk. Hogy mutassak nektek egy-két világszintű sportolót, ők is vegánok. Például Dave Scott, ő 6-szoros Hawaii Ironman világbajnok, tehát ő tartja a rekordot, és ez idő alatt ő is vegán volt. Hiszen itt van Jim Morris, 75 éves. Frank Medrano, Brian Adams, Pamela Anderson, James Cameron. Hagyjam kicsit ott esetleg a férfiaknak vissza. Samuel L. Jackson, Mike Tyson, Carl Lewis, Johnny Depp, Sir James Paul McCartney, illetve még számos-számos ember. Ki az, aki hallotta már azt, hogy az vagy, amit megeszel? És elhiszitek? Tehát szerintetek így van? Így van, igaz? Na, én ebben nem hiszek. Én azt gondolom, hogy az vagy, amit megeszel, és megemésztesz. Tehát tök mindegy, hogy mit eszel meg, ha idézőjelben is pont erről beszélgettünk, a bélrendszer nincs rendben. Tehát kell egy tisztítás. Tehát nagyon fontos, hogy rendben legyen, tehát hogy fel is szívódjon a tápanyag. Tehát az vagy, amit megeszel és megemészted, de én még azt gondolom, hogy ez sem igaz. Van egy könyv, ezt nagyon ajánlom mindenkinek, Anita Moriani, Meghaltam, hogy önmagamra találjak. Ő egy indiai hölgy, vegetáriánus, de mivel a családjában nagyon sok rákos beteg volt, ezért ő úgy ette mindig a vegetáriánus ételeket minden nap, hogy jaj, csak rákos ne legyek, és ő rákban meg is halt. És nagyon fontos, hogy úgy étkezzünk, tehát hogy amit eszünk, azt elfogadjuk és szeretettel adjuk. Úgyhogy ha valaki vegán, de nem tudja elfogadni, még nem érett meg rá, mert mondjuk azonnal átváltott erre, akkor több időt kell hagyni a szervezetnek, tehát akár 4-5 vagy 10 év is kellhet. Tehát ez is egy nagyon fontos dolog. Tóth Gábort lehet, hogy ismeritek, ő az év vegetáriánusa volt 2014-ben, és ő azt mondja, hogy az egészség megőrzésének a titka, tehát 50-60%-ban ez az egész a táplálkozástól függ, a többi a levegő, a stressz, a gondolkodás és a gének. Tehát 50%-ban ez a táplálkozás, ami befolyásolja. Ugye mondtam, hogy én kértem egy segítséget, és Erdélyi Nándor volt az én edzőm, ez a célban készült. Ő az, aki nap mint nap segítette az én utamat, hogy sikeres legyek. És csináltam minden évben egy edzőtábort. Ez például az edzőtábor végén készült. 9 nap alatt kellett 11 kilométert úszni, 700 kilométert tekerni, és 53 kilométert futni. Tehát igazából csak napi 4-5 órát kellett edzeni.
És ami nagyon fontos, és itt sok embernek hasznos lesz, hiszen ezért jöttetek. Leírtam a 9 napot mindig, hogy mennyi volt a testsúlyom, mit edzettem, és hogy mit ettem, és mit ittam aznap. Tehát például a második nap volt 100 km kerékpár, az volt 3,5 óra, utána egyből volt 12 km futás, majd délután 1 óra nyújtás. Tehát azért ez egy elég kemény, hosszú nap volt, és ezt reggel ittam, illetve egész nap 2 liter zöld turmixot ittam, energiaszeleteket ettem, amiben különféle magvak voltak, műzliszelet, spagetti, banán, diós sütemények, folyadék, és hát oda jutom, hogy a 4-5 liter folyadék volt. Az sima víz. Én nem szedtem semmilyen izotóniás italt, vagy egyebeket. Nem, tehát 2 liter zöld turmix volt, és abban volt. És akkor ez egy elég fárasztó nap volt, de másnap 130 km-nyi hegyi bringa volt, tehát dobogókőre kellett menni, viszont utána már nem kellett futni, csak úszni. Ez nagyon könnyű volt, és itt már 3 liter zöld turmixot kellett megenni, és minden napot leírtam, tehát én ezt át tudom küldeni annak, akit ez érdekel. Vagy a vegán életmódhoz vezető úton ez rajta van, mondjuk elég sokáig vissza kéne menni, úgyhogy szerintem hasznosabb, hogyha ezt átküldöm. És hát így telt ez a 9 nap. Nyilván szabadságot kellett kivennem, mert ezt munka mellett nem tudtam. És akkor itt van még egyszer ez a 10.000 kilokalóriás menü, elfelejtve azt, hogy 67 vagy 27 Big Mac volt az elején, nem is tudom. Tehát meg pálinka is volt ott, 4 liter pálinka, ugye? Te azt figyelted meg. Jó, tehát vegánként is össze lehet állítani, amiben segíteni fogunk a nap további, illetve az est további részében. Itt az enzimekről van egy nagyon részletes dia, de erről beszélni fogunk arról, amikor itt közösen fogunk ételt készíteni. A zöld turmixot nagyon sokan isszátok, elmondjuk majd, hogy ez miért fontos, hogy miket érdemes beletenni. Segítünk abban, ide összeszedtük, hogy mi az a 10 alapanyag a hús kiváltására, amit érdemes bevinni a táplálkozásba. Szejtán, az ugye búzahús, temper, szójakocka, tofu, padlizsán. Tehát ezekkel lehet a húsnak az állagát, az ízét helyettesíteni, akinek nagyon hiányzik. Tehát ezek azok az ételek, és nézzétek meg, hogy milyen szép és finom, ízletes ételeket lehet készíteni. Aztán vannak ugye a nyers vegán ételek. Hát itt a pultnál is, nézzétek majd meg itt a szünetben, hogy milyen finom tortákat lehet készíteni. Megdöbbentően. Illetve, ki az, aki ivott már növényi tejet? Ízlik mindegyik? Na, az a jó hír, hogy nézzétek meg, 13 féle növényi tejet lehet venni, illetve készíteni. Tehát nagyon sokat. És valamelyik biztos, hogy ízleni fog. Tehát valamelyik biztos, hogy ízleni fog nektek. Én azt gondolom, hogy ha valaki úgy táplálkozik, ahogy mondjuk én is, vagy itt ugye az előadók táplálkoznak, akkor nincs szükség táplálék kiegészítőre. De nem mondhatom azt, tehát hazudnék, ha azt mondanám, hogy senkinek nincs rá szüksége, és hazudnék, ha azt mondanám, hogy mindenkinek szüksége van táplálék kiegészítőre, mert lehetnek olyan helyzetek, amikor bizony erre szükség van. De nagyon fontos, hogy a táplálék kiegészítő az nem helyettesíti a rossz étrendet, az csak felerősíti az egészséges táplálkozást. Ez nagyon fontos, hogyha valakinek van például gomba a szervezetében, és nem figyel oda, nem végez gombaellenes terápiát, akkor a gombáit szaporítja. De ugyanez van a ráknál is, hogyha valakinek rák van a szervezetében, és nem megy el rákterápiára, és multivitaminokat meg a dózisban szed, akkor sajnos a rák sejtjeinek a számát fogja táplálni. De ezt nem mondják. Tehát ezek is olyan dolgok, amiket nem mondanak. Van a 3 elszabályos törvény, ezt nem tudom, ismeritek-e, ezt a Magyar Fogyasztóvédelmi Felügyelőség tette fel a honlapjára. Ez azt jelenti, hogy amelyik élelmiszerben 3 E-betűnél több összetevő van, azt azzal a lendülettel vissza is lehet tenni a polcra. Tehát ezt nem szabad megenni. És ugyanez ez igaz a gyógyszerekre is. Az orvosoknak már az első évben tanítják, hogy 3-nál több gyógyszert nem szabad felírni a betegnek, mert az már, attól már nem fog meggyógyulni, illetve a gyógyszerek közötti mellékhatások olyan mértékűek lehetnek, amiket már ők nem tudnak
nem tudnak felügyelni. És utána már a mellékhatásokra kell szedni a következőt. Hát brutális, hát a gyógyszerekhez már ilyen tégelyeket lehet venni, és rajta van, hogy hétfő KED, és a 8-10 gyógyszert kombinálni kell. Hát erre van felépítve sajnos a mi társadalmunk, és azt gondolom, hogy az egész ilyen vegetáriánus, vagy vegán táplálkozásnak van egy spirituális oldala. Én ezzel eléggé hamar találkoztam szerencsére. Nekem a Békés Harcos az egyik a kedvencem, Dan Millman itt volt Magyarországon. Hát 2 éve, vagy 3 éve én ott voltam az előadásán, és én írtam meg az összefoglalót a sikerembereknek, amiből el is hoztam nektek összegyűjtve 15 pontba azt, amit én akkor az előadásból összeszedtem, illetve a filmből és a könyvből, és ezt nagyon sok szeretettel átadom nektek, mert azt gondolom, hogy az életben is nagyon fontos, hogy hogyan közelítsétek meg a céljaitokat, és hogy hogyan kell előről, tehát hogyan kell lépésről lépésre élni az életet, és menni a célotok felé. Hát azt mondják, hogy a célokat úgy érdemes kitűzni, hogy legyen benne kihívás. Most ha megnézitek a jobboldali képet, hát nekem volt benne kihívás. Hát 14 évesen, az ugye az 49 kilósan. Hát kellett dolgozni magamon, az biztos, bár most sem vagyok egy nagyon izmos és erős ember, de kitartó munkával, és hittel, és lelkesedéssel, és motivációval én azt gondolom, hogy bármit el lehet érni. Nézzétek meg, a világban rengeteg ember sikeres, rengeteg ember eli a célokat. Én is meg tudtam csinálni, ők is meg tudták csinálni, és ti is meg tudjátok csinálni. Én azt gondolom, hogy szánni kell időt magatokra, és azt gondolom, hogy másszatok be a nyúl üregeibe, és derítsétek ki, hogy kik vagytok valójában. Hogyha megtanultok igazán a jelenben élni, akkor meglepődve tapasztaljátok, hogy mi mindenre vagytok képesek, és mi minden sikerül. Köszönöm szépen!